Sziasztok gyerekek, ez egy újabb videó is. Elérkeztünk egy olyan videóhoz, ami tényleg nagyon fontos lesz a csatornával kapcsolatban, és kb. Mindennel. Úgyhogy akit kicsit is érdekel a csatornának a fejlődése, és tényleg elég fontos dolgokat akar megtudni, az maradjon itt, mert tényleg nem nagyon szoktam ezt mondani, hogy nézzetek végig egy videót, de ez tényleg nagyon fontos lesz, és olyan dolgok lesznek benne, amiről jobb, ha nem maradtok ki, mert akkor lehet, hogy egy következő videóban úgy fogjátok nézni a videómat, hogy what the fuck, erről miért nem tudtam. Szóval igen, sok videósnak eljön egy ilyen pillanat, hogy beszél egy ilyen témáról, vagy egyszerűen csinál egy ilyen videót, amiben összegzi, hogy mi van most, vagy hogy mi volt, vagy hogy mit tervez, vagy hogy mi lesz. És ez egy ilyen videó. Azért már a játékon kívül is akarok valamit csinálni. Vagyis érzem, hogy a játék sem mehet mindig tovább, ugye? De ez nem... Tényleg nem akarok senkit megijeszteni, ez nem arról szól, hogy a csatornát feladom, meg ilyenek, de a Freefelt azt még mindig képviselem, és a magyar közösséget is, meg minden. És a Freefelnek még így is elég nagy magyar Freefel közössége van, hiába, hogy mostanában csökkent a nézettség, meg igazából a Freefel magyar közössége még így is elég nagy, más videósokra is értem, nyilván nem csak magamról beszélek. Belül a Szabinak többen nézik a videóját, de azért nyilván érezhető, hogy az évek során kicsit csökkent. Azért régebben több volt a nézettség. De ez a videó nem arról szól, hogy én most itt feladom a csatornát, meg ilyenek, hanem nem. Pont, hogy nem. Most tervezem éppen komolyan venni a videózást. Pont, hogy most tervezem majd belelendülni. Az első dolog, tényleg fontos, az, hogy milyen videókat tervezek, és hogy mi lesz jelenleg a célom, stb. A 600 feliratkozó, ahhoz lesz egy nyereményjáték, egy elég nagy nyereményjáték, szóval a 600 feliratkozó jelenleg a célom, és utána is még ugye az 1000, mert ugye nyilván célom elérni az 1000-et itt is, szóval tényleg, ha minden úgy megy, ahogy eltervezem, simán meg lesz. Illetve van egy másik csatorna. Ne rohanjunk előre, van egy másik csatornám, ahol más dolgokkal fogok foglalkozni, szóval a videózásban is előrelépek, és mást is akarok csinálni, és titeket elvezetlek oda, és ott egy új közösséget kiépítünk, meg ilyenek, és tényleg ott is ti is a részese lesztek, és tényleg majd nézhetek a videókat, nem csak Free Fire-ből tőlem. Na de, Instagram. Igen, az Instagram az egy fontos dolog, és itt be is vágom a képemet, stb. Ott láthattok róla milyen privátabb képeket, és majd Free Fire posztokat, sztorikat, ugye. Ez fontos lesz ahhoz, hogy például elérjek elég fontos embereket. Például, most nem akarok megijeszteni senkit, de ha esetleg majd tervbe lenne a Hiroshima klánba bekerülni. Nem hagyom itt a hunteket, itt leszek. De... felmerül bennem egy olyan, hogy külföldi nagyobb klánba menjek, és akkor esetleg a Hiroshima lenne tervbe. Szóval tényleg fontos, hogy kövessetek be, és azt a képet, amin a huntekes pólóba vagyok, azt lájkoljátok elég sokan. De tudom, hogy most nem fogtok sokan oda menni, de majd ha benne lesz a nyereményjátékban az, hogy legyen meg például a 500 követő, vagy például az 500 like azon a képen, akkor majd meg lesz, de tényleg, ha most is részese akartok lenni a nyereményjátékoknak, meg stb. Hát egy lesz, de az elég nagy lesz, és elég szerintem jó lesz, akkor már most menjetek és kövessetek be Instán, meg lájkoljátok a képet, meg nem tudom, ott lehet kérdéseket feltenni, majd velem beszélni privátban, de tényleg ami olyan kérdés, ami nem ilyen, hogy drakói összejátszani, hanem tényleg valami privátabb, vagy érdekesebb kérdésem van hozzátok, vagy nekem, vagy nektek van hozzám, nyugodtan írjátok le, válaszolok majd embereknek, nyilván majd tervezek, lehet, hogy nem egyből. Na szóval majd lesznek olyan videók, hogy üzentek nekem, és akkor azt belerakom a videókba, hogy nem tudom, például levideóztok egy szét killt, vagy hogy mit nyitottatok, elkülditek Instán, vagy ilyesmi, és akkor csinálok belőle egy videót, szóval abba is szerepelhettek, majd. És tényleg ez a legfontosabb dolog, amit szeretnék fejleszteni, hogy az Instagramomat kövessétek be. És tényleg az a legfontosabb dolog, hogy az Instámat kövessétek be, és tényleg majd
lesznek ott is tartalmak, és hogy tényleg ott is követni akartok egy picit, akkor tényleg tegyétek meg ezt. Kíváncsi leszek, hogy ezután a videó alatt mennyi lesz a követés, meg stb. Szerintem elég könnyen meg lesz, ha tényleg megcsináljuk, meg majd a nyereményjátékba is belehúzok. Új csatorna, igen. Már egy új vagy egy néző is felhozta a témát, hogy mi lenne, ha lenne egy új csatorna. Az az igazság, hogy már van. Igaz, hogy nincs kint csak egy darab videó, de van új csatornám, aminek a linkét majd be fogom linkelni a videóm alá. Deep Movie a neve, itt most be is vágok képet. Egy darab videó van kint, és ilyen zenés, ilyen filmes csatorna lesz, és ha megnézitek az első videót, akkor oda kommentbe már írhassátok is, hogy melyik legyen az a másik énekes, akiről legyen videó, vagy film, vagy ilyen. Tényleg oda nem raktam ki még annyira sok videót, de azt is tervezem komolyan venni. Tényleg érzem, hogy beszélni kell róla, mert ha nem beszélek róla, akkor nem fogom komolyan venni, és ha most kiteszem ezt a videót, és tényleg belelendülök, akkor komolyan lesz véve, és nem csak beszélek róla, hanem meg is teszem a lépéseket afelé, hogy megvalósuljon. Szóval, oda is iratkozzatok fel, és az is elég nagy cél lenne, hogy például ott is kiépítünk egy elég erős közösséget. Igaz, hogy ott nem a Free Fire-ről fog szólni minden, de aki szeret és más tartalmat is nézne, meg elég nagy terveim vannak azzal a csatornával kapcsolatban, az iratkozzon fel már most, és tényleg ott is érkezni fognak a tartalmak, stb. Az első videómat már meg is nézhetitek azon a csatornán. Ez ilyen filmes, tényleg ilyen, nem tudom, ilyen Paul Street feeling, meg stb. Ilyen videókat akarok csinálni. Szóval nagyjából ennyi lenne, amik így nagyon fontosak ahhoz, hogy tényleg valamennyire elinduljunk ezen, hogy tényleg fejlődjön a csatorna, meg nem csak a csatorna fejlődjön, hanem én is fejlődjek vele. És tényleg nem akarok leragadni, mint az előző csatornán, hogy állok egy helybe, és tényleg most érzem azt, hogy pont ezután fogom érezni azt, hogy még később, hogy egyre nagyobb a nyomás, ugye több ember, stb. Mert azért mégiscsak nem tizen vagyunk, hanem több százan, még akkor is, ha már a nézettség nem olyan nagy. De tényleg, elég nagy nyomás volt, főleg úgy képzeljétek el, hogy 1000 plusz több, mint 1000 ember, 1900 már a vége fele, folyamatosan érnek a nyomások, meg stb. Ez nem olyan könnyű, de most érzem azt, hogy most már készen állok rá, bakker, és nem lesz az, hogy mit tudom én, feladom meg ilyenek. Régen az elég nehéz volt, azért ezt értsétek meg, de most, hogy már nem csak beszélek erről, hanem meg is csinálom ezt a videót, hogy én nekem igenis vannak terveim, meg céljaim, nem csak a Free Fire, meg stb. Ezzel most adok egy lökés magamnak, és el fogjuk érni. Most mondom, az összes Free Fire-es embernek, aki itt van, ha számít nektek még valamit ez a csatorna, akkor el fogjuk érni. Instagramomat fejleszteni, a másik csatornán új közösséget képíteni, tényleg egy még nagyobbat akár, még élvezetesebb videókat csinálni, Free Fire témából is, azért a játékban is elég sokat fejlődtem már, Huntedben vagyok, meg stb. Szóval ilyen kis dolgokban is fejlődök, és most érzem, hogy most kell egy olyan lépést tenni, ami nem csak egy kisebb lépés, hanem egy kurva nagy, és tényleg igaz, hogy ezzel a nyereményjátékkal a 600 feliratkozót tervezem elérni, de ez tényleg nem kicsi nyereményjáték lesz, hanem elég nagy összegbe. És csak a 600 feliratkozó után jönnek majd a keményebb tartalmak, ugye. 600 feliratkozóig még kicsit komolytalanul veszem ezt az egészet. Ugyanúgy jönnek naponta a videók, stb. De 600 feliratkozó után lesz az, hogy tényleg én már azt fogom mondani 100%, jó, nem 100%-ig, hogy ismét visszaállok koncentrálni a Free Fire-re. Nyilván nem csak a Free Fire-re, hanem más dolgokra is, vagyis a videózásra, ugye. Tényleg a másik csatornát fejleszteni, tényleg olyan videókat kirakni, amikor meglássak az emberek úgy, na ez már tényleg minőség, tényleg nem csak erre vagyok képes, meg akarom mutatni a másik csatornán. Tényleg én szeretem a videózást. Úgyhogy ja, most kezdődik. Nem kell elmenni, meg semmi ilyesmi. Épp, hogy most fog kezdődni ez az egész. Tényleg meg szeretném mindenkinek köszönni, hogy ugye kiraktam az első videót. Tényleg lehet, hogy nem volt jó döntés letörölni azt a csatornát, de én nem tekintem rossz döntésnek, mivel pont a most jó, ezen a csatornán. Ezen a csatornán van annyi munka, van annyi emlék, hogy tényleg azt mondjam, hogy na ez a csatorna már számít nekem valamit.
Nem azt mondom, hogy az előző nem számított, az emberek még ugyan itt van. Nekem nem a csatorna számított, hanem a közösség. A Free Fire-es közösség. Az emberek, akiket már évek óta látom, hogy egy néző kommentel, azok az emberek, akik már évek óta kommentelnek is, tényleg ismerem őket, hiába, hogy nem beszélünk naponta 10 órát, de ismerem őket, mert már itt vannak a kezdetek, csak ezek számítanak. Az ilyen emberek. És tényleg, én meg szeretném mutatni nektek, hogy tényleg nem csak mondani lehet, hanem meg is lehet csinálni. Mert szerintem nem sok mindenki gondolná, hogy én majd visszajöttem, és akkor majd megint megcsinálom az 1000 feliratkozót, meg valamit el is érek megint. Úgyhogy tényleg itt a példa. Most kijelentem, hogy meg fogom csinálni. És titeket is arra bátorítalak, gyerekek, hogy ha valami van, akkor csináljatok valamit. Kezdjétek el. Nekem ez a videó elég nagy löket lesz, hogy elkezdjem. Tényleg kövessétek be a másik csatornán, ami még fontosabb a Insta, az fontosabb szerintem, de a csatornára is majd a másik csatornára is érkeznek tartalmak, és tényleg próbálom magamat fejleszteni mindenbe. Gyerekek, ez volt a lényeg a videónak, és tényleg ti is tegyetek valamit, és meglássátok, hogy tényleg ha valamilyen irányba léptek, akármilyen formába, akkor már valamennyire elértétek a célotokat. Fontos, hogy a huntekes képet majd lájkoljátok be, mivel azzal tényleg én a videóimban is azért rakom oda, hogy huntek, meg stb., hogy képviselem a klánt, meg ezt az egész dolgot szeretném úgymond képviselni, és tényleg részese lenni neki. Úgyhogy tényleg elég nagy dicsőség, hogy a huntekbe lehetek, meg stb., már póló is van, meg ilyenek, de tényleg nem szeretném tovább mondani. Köszönöm, hogy megnéztétek, és várjátok ki a végét. Sziasztok!